azt gondolom, hogy a választópolgárok valószínűleg nem látták az ellenzéken azt, hogy kész holnap átvenni a kormányzást. Sajtóhírek szerint Gyurcsány Ferenc káromkodva kérte számon Karácsony Gergelyen, hogy a nyakukra hozta Márki-Zay Pétert. Gyurcsány Ferenccel rendezték a nézeteltérésüket? Folyamatosan beszélgetünk, és ezek a beszélgetések nem mentesek a vitától, de azért általában egyetértünk. Vannak vitáink is, de nem szeretném önöket ezzel fárasztani, hogy ezeket erőkről tájékoztatom a nyilvánosságot. Engem nem fáraszt. Igen. Ilyen emelkedett hangvételű viták akkor nincsenek, mint amik megjelentek a héten. Nézze, nyilván a hazaszeretet visz mindannyiunkat a politikában, és az néha ilyen felfogott érzelmi kitöréseket is magával hoz. Azóta megjelent a főpolgármesterrel egy interjú, amiben arról is beszélt, hogy nem biztos, hogy a választópolgárok rosszul döntöttek, amikor ennek az ellenzéknek most nem adtak felhatalmazást a kormányzásra. Mit gondol, mikor tud kibontakozni egy olyan ellenzéki politikai erő Magyarországon, ami mondjuk alternatívát tud mutatni a Fidesszel szemben? Nézze, én azt gondolom, hogy az ellenzéki pártoknak kevesebbet kellene foglalkozniuk önmagukkal is, többet az emberek valódi problémáival. És többet kéne bizonyítanunk azt, hogy képesek a kormányzásra. Ezt közelről és messziről is szerintem látszik, hogy ettől az ellenzéki pártok még viszonylag messze állnak. Én annyit tudok hozzátenni ehhez a tanulási folyamathoz, amit én az ellenzéki pártoknak és az ellenzéki oldalnak általában javaslok, hogy az embernek végre kell hajtani a programját, és nem kell megijednie mondjuk a médiabőz kérdéseitől. Karácsony Gergely kérdésünkre most arról is beszélt, hogy a háttérbe vonul, már ami a pártpolitizálást illeti. Nem indul újra a társelnöki pozícióért a Párbeszédben. Azon gondolkodott, hogy a pártpolitikát ott hagyja? Hát ebben az értelemben igen, nyilván kilépni nem fogok, nekem nagyon fontos ez a közösség, és én világéletemben zöld politikus voltam, és ameddig lesz Magyarországon zöld párt, én a tagja leszek. Hát, ha jól értettem, akkor kicsit a pártpolitikától visszavonul, ezt lehet így értelmezni? Hát szerintem nem lehet máshogy értelmezni, hogy nem kívánok pártelnök lenni a következő ciklusban.